Felgyógyulása óta visszafoglalta az angol második ligás Bolton Wanderers kapuját, és nagyszerűen véd a magyar válogatott kapus Bogdán Ádám, aki szerződés hosszabbítási ajánlatot is kapott klubjától, amelynek már nincsenek egyébként kiesési gondjai három hátralévő B betűs bajnoki ellenfele előtt. Ádámot kérdezzük most a jövőjéről. Szia, jó reggelt kívánok! Jó reggelt, sziasztok! Ádám, van gondolkodnivalód a Bolton hosszabbítási ajánlatán, vagy már döntöttél? Hát persze van, mondtam talán korábban is, hogy eléggé nyitott vagyok igazából minden lehetőségre. Ugye a Bolton tett egy ajánlatot, ami nagyon szép tőlük, meg nagyon tulajdonképpen azt gondolom, hogy egy továbbra is egy elismerése annak a munkának, amit itt csinálnak. Annak ellenére, hogy ugye nem volt túl sok meccsem idén a sérülések miatt, meg a kapustársam jó formája miatt, de azt gondolom, ez egy alapvetően ez egy nagyon jó dolog, és nagyon örülök neki, hogy tettek ajánlatot, és így elismerik a munkámat. Tehát még nem döntöttél, gondolkodnod kell, más ajánlatokat is mérlegelni, majd van-e olyan határidő, amit magadnak szabtál, vagy pedig Neil Lennonék szabtak neked, hogy mondd meg, hogy akkor A vagy B? Nem, egyelőre nincsen határidő, még beszélgetünk a szerződésről, de nyilvánvalóan nem szeretném elsietni a dolgot, hiszen egy olyan lehetőség előtt vagyok, ugye nem nagyon volt még ilyen, hogy szerződés nélkül vagyok a nyáron. Ennek ugye megvannak az előnyei, de meg lehetnek a hátrányai is. Biztos, hogy nem fogom nagyon sokáig elhúzni a dolgot, mert nem szeretnék se a saját klubommal, tehát nem szeretnék velük csúnyán viselkedni, de nem is szeretnék nagyon hirtelen dönteni. Úgyhogy szépen lassan majd átgondolom a helyzetet, hát beszélgetem a családommal, aztán majd meglátjuk, hogy melyik lesz a legjobb döntés. Hát ugye nehéz időszakon vagy túl, és mondhatjuk azt, hogy teljesen túl vagy rajta? Hát szeretném, hát nyilván én is ezt gondoltam, hogy még ez az új sérülésem után is, hogy túl vagyok rajta, utána jött sajnos a boka, de hát bízom benne, remélem, hát megteszek azért mindent, hogy több sérülésem már ne legyen, legalább ebben az évben, úgyhogy szeretném befejezni a maradék három mérkőzést egészségesen, meg jó formában. Hát ezt mondom, Brentford, Bournemouth, Birmingham, három mérkőzés van hátra, te állsz majd a kapuban, ezt úgy nagyjából lehet sejteni és lehet tudni? Én azt gondolom, hogy igen, tehát az elmúlt három meccsem, ugye én álltam a kapuban, nem hiszem, hogy lehet gond a teljesítményemre, úgyhogy én arra számítok, hogy én fogok, igen. Úgyhogy ennek megfelelően készülök, és nyilván az a cél, hogy ezt a három meccset megpróbáljuk megnyerni, vagy legalábbis jól jöjjünk ki belőle, ha már a szezon nem alakult túl fényesen. Na most jelek szerint Neil Lennon megvan veled elégedve, ezt egyébként mondja is sokszor neked? Hát persze, amikor olyan teljesítmény nyújtok, vagy esetleg akár edzésen, akár mérkőzésen, egy nagyon őszinte, meg nagyon nyílt ember, aki esetleg hibázik, vagy nem úgy készül, azt is megmondja a szemébe, aki meg úgy teljesít, annak is osztja egy dicséreteket, úgyhogy természetesen mondott ilyet, persze. Na most ő teljesen meg akarja majd újítani a csapatot, nyilvánvalóan magasabb célokért az egyértelmű számodra, hogy lesz arra lehetőség, anyagi keret, egy olyan jövőképre, ami mondjuk a Premier League-et jelenti? Hú, hát ez egy jó kérdés. Nekem, hát megmondom őszintén, nem igazán látok bele a klubnak az életében ilyen szempontból. Az biztos, hogy nehezebb a helyzet, ugye három év után, amit eltölt egy csapat a Championship-be, a Premier League után, ugye nehezebb a helyzete, hiszen elesik attól a fajta úgynevezett angol úgymény, aki parachute payment, tehát ez a ejtőernyős fizetés, ami arra szolgál, ugye, hogy ezt a Premier League-es színvonalat, amit addig fenntartottak a játékosok fizetésébe, az embereket, akik alkalmaz a klub, azokat meg tudják tartani, ez ettől már elesik a klub három év után, tehát nyilvánvalóan a fizetésekben és a magában az apparátusnak a fenntartásában sokkal nehezebb lesz a dolga a Boltonnak, de mondom még egyszer, nem nagyon látok bele, a cél az biztos, hogy az, hogy jövőre egy olyan csapatot építsünk, hogy följussunk, de hát igazából ez volt a cél minden eddigi három évben is. De
Ahogy eddig is elmondtam, igazából szerintem a kluboknak a nagyon nagy többségének ez a célja, hogy feljusson a Premier League-be. Tehát ahogy ránézünk a tabellára, ugye lehet látni, mennyire sűrű Igen, ez a nem egy mezőny. olyan bajnokság, ahol két csapat fel akar jönni, a többi meg verekszik a középmezőnybe, hanem éppenséggel fordítva. Így van. Na most, mielőtt megsérültél, ugye a téli átigazási időszakban is több helyre hívtak, például a Bundesligába. És ez egy érdekes kérdés, hogy ha majd választhatsz, ha olyan lesz a helyzet, akkor mondjuk Bundesliga vagy Premier League? Hát ez egy jó kérdés, ezt mondom még egyszer, ez azért nehéz így előre válaszolni, mert nem tudok még konkrétumokkal szolgálni, vannak lehetőségek, de hogyha majd oda kerül, arra kerül a sor, hogy tényleg konkrét dolgok vannak, akkor ugye mondom még egyszer, le kell ülni, át kell gondolni, hogy a karrierem szempontjából melyik a legjobb döntés, illetve a családom szempontjából, és akkor majd szépen nyugodtan eldöntöm, hogy hol folytatom. Én azt gondolom, hogy egyébként ez a két ország az, ahol szívesen futballoznék elsősorban, anélkül, hogy mondom, kiejtenék többi országot is, de én azt gondolom elsősorban, hogy ez a két ország az, amit el tudok képzelni, hogy be fog következni. Az, hogy melyik lesz, arra még nem tudok választ adni. Azt mondd meg akkor, hogy amikor azt mondod, hogy a karriered szempontjából és a család szempontjából, akkor a pályafutásod jelenlegi helyzetében, korodban, állapotodban melyek lesznek a legfontosabb szempontok számodra, amikor ezt a döntést meghozod? Hát az elsősorban a legfontosabb szempont az az, hogy én azt gondolom, hogy játék lehetőséget kapjak, vagy legalábbis legyen egy olyan versenyhelyzet, amiben rajtam is múlik az, hogy mennyit védek. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, és ez, hogy milyen szinten tudom ezt megoldani, ezt a feladatot, tehát hogy első osztályban, vagy más osztályban. A másik szempont nyilván anyagilag sem mindegy, hogy milyen klubot váltok, vagy választok, hiszen aránylag rövid a futballkarrier. Harmadik szempont, ami talán lehet mondjuk az előző elé tenni, hogy érezzük magunkat az adott városban, vagy az adott vidéken. Ugye ez Boltonban nagyjából már kialakult, hogy teli vagyunk barátokkal itt, megszoktuk a környezetet. Ugyanakkor nyilvánvalóan egy váltás biztos, hogy rossz döntés. Tehát igazából ez az a három szempont, amit így szem előtt tartok, és majd minden esetleges klubot így fogok majd megítélni. A finnek elleni vereség óta a válogatott kezdőjéből kimaradtál, ez befolyásolja szerinted most a bármilyen irányba a tárgyalási pozíciódat? Hát nem gondolom, hogy nagyon, nagyon befolyásolná. Az biztos, hogy védtem volna a válogatottban, és folyamatosan védtem volna jó teljesítménnyel, akkor biztos, hogy akkor erősítette volna a pozíciómat. Mármint ha új csapatokról beszélünk, hogy a Boltonnál szerintem nem, ez a helyzet nem áll fent. De így, hogy nem védtem, mondjuk a keretben ott voltam, én azt gondolom, hogy ez is egy elég szép teljesítmény, és biztos, hogy ez is beleszámít abba, hogy válogatott keretű játékosról van szó. Az biztos, negatívan nem befolyásolta szerintem, pozitívan befolyásolhatta volna, hogyha játszom, igen. Na most Dárdai kapitány a rutin meg a kor miatt Király Gáborban bízott, de ugye Gábor a szezon végén hazatér, levezetni szeretett haladásába, azért persze nem két hónapra. A kérdés adott, meg kinyílik újra a kapu, én azt gondolom, felteszem, te is ezt látod, de az egyes számom ez visszaszerzése, megszerzése újra, nem? Hát természetesen, tehát ez eddig is ez volt a célom, meg ezután is az lesz, hogy a válogatottba tudjak védeni, de ugyanúgy, ahogy eddig, ezután is azt gondolom, hogy egy nagyon erős verseny lesz a válogatottnak az első számú mezéért. Amit én tehetek ennek az ügynek az érdekében az, hogy jól döntök most nyáron, és megpróbálok minél többet védeni egy magas sajátzett bajnokságban, és ugye egészséges maradok, amivel alapvetően megadom az esélyt arra, hogy a válogatottban is tudjak védeni. Tehát a cél az adott, az nem változik. Bízom benne, hogy sokkal nagyobb esélyt tudok magamnak adni majd a következő szezonban arra, hogy,
azáltal, hogy egészséges maradok és jó teljesítmény nyújtok, hogy a válogatottban is szerepelhessek. Hát Ádám, minden esetre neked jó döntést kívánunk, és a hátralévő három mérkőzésen pedig egy darab gólt se, ahogy ez az elmúlt hetekben megszokott volt esetedben. Köszönöm szépen, hogy velünk voltál. Köszönöm szépen, sziasztok! Szia, hello!